1987 óta tartják világszerte egészségügyel foglalkozó szervezetek a dohányzásmentes napot. A fő cél, hogy a dohánytermékek egészségkárosító hatására felhívják a figyelmet. Ez idén sincs másként, azonban a kommunikáció kiegészült egy globálisabb szemlélettel. De Blázio Antónió az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének elnöke elmondta, hogy idén az egészségügyi világszervezet és a világ közegészségügyi élharcosai Ünnepléskor arra hívják fel a figyelmet, hogy a dohányzás miféle módon veszélyezteti a környezetet, melyben élünk. A termesztéstől Mondhatom azt, hogy a dohány teljes ciklus, életciklusán keresztül követik a károkat, amit okoz a dohánytermékek termesztése, gyártása, szállítása, majd a fogyasztása, és a fogyasztásból eredő melléktermékek, vagyis a csikkeknek a sorsa. A 2022-es globális kampány egyik célja tehát, hogy felfedje a dohányipari erőfeszítéseket, vagy éppen azok hiányosságait. Az Egyesület elnöke elmondta, hogy a fogyasztók egyre környezettudatosabbá válnak, és fenntarthatóbb termékeket választanak. A dohányipari vállalatok számos környezetbarát gyakorlatot alkalmaznak, emellett pozitív irányba fordult a dohányfogyasztással kapcsolatos statisztika is. Valamennyire azért javult a dohányzó férfiak aránya, hiszen 27%-nál járunk, és nőknél 22%. De ha nem is tudunk gyors eredményt elérni, abban igen, hogy ne a talajba szívódjon be mondjuk egy esőtől ezeknek a csikeknek a mérge, hanem rendszeresen takarítsák, legyen ott egy tároló edény, amiben el lehet dobni. Megrázó adat, hogy évente 4,5 milliárd cigaretta csiket nem ártalmatlanítanak megfelelően szerte a világon. Ez több mint 725 ezer tonna mérgező hulladékot jelent. Ez csökkenthető tehát, ha a csik a kihelyezett tároló edénybe kerül valóban.